Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a csatornámon, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek a feliratkozásokat. A következő fél évre vetek kártyákat a skorpióknak. Na, már előkészítettem spirituálisan a kártyákat. Nézzük. Lenormand kártyák. A kert. Igen. Jaj, de jó. Megbenézzük. Az idő. Jó. A kártya alján mutatom a hölgyet. Ez jó, mert kijött az úr is. Jó, és akkor az aranytarot. Az aranytarot, mit mutat nekünk? Milyen esemény vagy események lehetnek a következő fél évben? 9-es. Ó. Kedves skorpió, a következő fél év hozhat jó barátokat. Jó társaságban is lehetsz, kellemes társaságban. De arra kell figyelned, hogy ne történjen veszekedés. Mert a kert és a kutya akár olyan barátságot is mutathat, ami egy életen át tart. Egy erős, igazi barátság. Na most ezek a veszekedések. Kutyaszorítóba is tehetnek téged. Tehát meg kell találnod azt a kiutat, abból a kutyaszorítóból. Nem biztos, hogy érdemes az ilyen jó barátokkal összeveszni. Következő. Itt van az úr. A pakli alján, mutatom még egyszer, kijött a hölgy. Tehát ez itt egy kapcsolat lehet, ami hosszú távú. Igen, lehetnek nehézségek és akadályok, de ez egy jó, stabil kapcsolat. És alatta van a fa. Hát ez maga az egészség, ez maga a szerencse, kívánságok teljesülnek, viszont ne a felhőkben éljünk, hanem legyünk lent a földön, hiszen a fa ugye a földbe gyökerez le. A fa koronája nagyon magasban van, tehát onnan lehet látni a felhőket. Ezért, tehát ahhoz, hogy legyen sikered, ahhoz, hogy két lábbal állj a földön. Úgymond, a sikereket jó elő kell készíteni. Tehát egy párkapcsolatot is, egy jó párkapcsolatot is elő kell készíteni, és azt tartani is kell, tehát dolgozni kell érte, hogy hosszú távon működjön, ugye? Ezért érdemes ilyen kitartónak is lenni,
Mint egy nagy, stabil fa. Nos, az áldás az rajtatok van, hiszen kijött egy nagy arkánum, a főpap. Bármilyen rossz jön, ez a kártya mindig kihúz titeket a rosszból. Tehát ha van veszekedés, kihúz abból a veszekedésből, ha vannak akadályok, nehézségek, megpróbáltatások. Kihúz minden bajból, és sikeresen átvészelitek a megpróbáltatásokat. Hiszen ez a főpap, ő egy kulcs. A fenti és a lenti világ kulcsa. Titkos tudás, ami a kezében van. No, de viszont, ha van nekünk kardok nyolcasa. Hát a kardok nyolcas. Átmeneti nehézségeket mutat, de a főpap segít. Depressziót is mutathat, ha valami itt nem úgy alakul, ahogy szeretnétek, vagy konfliktusotokon. Főpap segít. Esetleg, ha betegség van, abból gyógyulás lesz. Nehéz ez a kardok nyolcasa, de mellette van a főpap, úgyhogy minden rosszból kihúz titeket. Jön a segítség fentről. A botok hetese. Siker a nehézségek ellen. Azt is mutatja, ha esetleg jön egy olyan dolog, amire azt mondjátok, hát ezt én nem tudom megcsinálni, de meg tudjátok csinálni. Mert az égiek is segítenek. Siker a nehézségek ellenére. Igen, lehet, hogy lesz olyan helyzet, amikor védekeznünk kell. Védekezésre kényszerít minket, hiszen itt vannak a kardok. Kisebb betegség megint csak, ha jön, akkor gyógyulás. Lehet, hogy a családunkat kell megvédenünk. Sikerülni fog. A jólétben, ha esetleg irigység van, vagy valami ilyen hasonló dolog, akkor is az égiek melletted vannak. Nagyon szépen köszönöm, és tényleg csak a szépet és a jót kívánom. Az égi erők azok legyenek mindig veled. Itt a főpap. Sziasztok!